voltak a 90-es és a 2000-es években. De mi a titkuk, hogy a dalaikat még ennyi év elteltében is kívülről fújják? Most visszaforgatjuk az időkerekét, és megmutatjuk, hogyan táncoltak újra a retro évek legmenőbb zenéjére. Az elsők között lépett fel a Desperado együttes, akiket 20 évvel ezelőtt így ismerhetett meg az ország. A háromtagú zenekar a 2000-es évek egyik legsikeresebb formációja volt. Olyan slágerekkel árasztották el a nagy közönséget, amiket a mai napig minden korosztály dúdol. Ennyi év után is izgatottan állnak színpadra. Igazából szerintem elég izgatottam. Én lefüttem itt a kávé, de csak azért, mert én itt készültem el, úgyhogy a fiúk, ameddig megtöbték a pocakot, addig én elkészültem. Mi annyira izgultunk, hogy előtte elmentünk egy jót hamburgerezni. Van itt néhány klassz hely, amit ismerünk és szeretünk, úgyhogy elszaladtunk, de most már teljesen a bulira. Hogy legyen mit lemozogni, hát ilyen jó sportemberekkel. Rika azon izgult, hogy milyen lesz a fellépés, milyen lesz a hamburger. Balaton, nekünk a Riviera. Éljen a Balaton, és éljen a balatoni retroláz! Desperado együttesére pedig még 5 koncert várt szombat este, az egyik közülük Szlovákiában.